Széles körű feladataik vannak az ápolási és egészségügyi asszisztenseknek. A tapasztalat azt mutatja, hogy egyre nagyobb szükség van az egészségügyi végzettséggel rendelkező gondozókra a szociális ellátórendszerbe kerülőknél. Így merült fel az igény arra, hogy összefogjanak a szervezetek. Az oktatásra 14 szociális munkás jelentkezett. Képzünk szociális ápoló és gondozókat, de most itt kifejezetten ápolási asszisztenseket, tehát alapvetően egészségügyi végzettséget szereznek itt a kollégák, akik végeznek, akik egyébként az ellátórendszer számos eleméből érkeznek, tehát vannak, akik a fogyatékos ellátásból, az idős ellátásból, a pszichiátriai beteg ellátásból érkeznek majd, és lesznek olyan kollégák, akik például a gyerekvédelemből érkeznek majd a képzésre. A képzés gyakorlatorientált, az órák többségét az úgynevezett skill laborban tartják. A résztvevők a szakmát itt kockázatmentesen tudják elsajátítani az 50 éves oktatói kórházi múlttal rendelkező intézményben. Örömmel fogadtuk, amikor kiderült, hogy van ez a projekt, amiben mi is partnerként részt tudunk venni, és egyrészt az elméleti képzést megkapják a szociális szférába dolgozó hallgatók, másrészt mi a kórháznak egy jól felszerelt skill laborjával a gyakorlati képzéshez tudunk hozzájárulni. Ez a labor, ez egy nagyon jól felszerelt labor, itt minden ápolási modult el tudnak végezni, tudnak ismételni, kockázatmentes beavatkozásokat végezni, úgyhogy azt gondolom, hogy ez mindenképpen a tanulmányukat szolgálja. A képzés tartalmát a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum a kórházzal közösen dolgozta ki. A sikeres vizsgát követően a hallgatók tanúsítványt kapnak. Már voltak korábbi képzéseink is, ez a képzés most a kórházzal közösen valósul meg. 1300 órás a képzés, saját munkaerős képzésről van szó, és mintegy 700 óra gyakorlat itt az Alavármegyei Centrafel Kórházban fog megtörténni. A vizsgáztatást független bizottság végzi, így a résztvevők a munkaerőpiacon is könnyebben tudnak majd elhelyezkedni.